Itt lehet aláírni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magosz által decemberben indított petíciót, amit a földadó bevezetése ellen hoztak. Tehát ezt a folyamatot szeretnénk megállítani, és ezért van arra szükség, hogy minél több gazdálkodó aláírja ezt a földadó elleni petíciót. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mindent megtesz annak érdekében, hogy ebben az esetben is védje a gazdálkodók érdekeit, tehát minél több aláírás szeretnénk összegyűjteni, hogy olyan erős felhatalmazással álljunk a jogalkotók elé, ami által egy rendelet vagy jogszabálymódosítást tudunk majd elérni ennek az ügynek a kapcsán is. A mezőgazdasági vállalkozók ugyanúgy fizetnek iparűzési adót és minden mást, mint az egyéb vállalkozások, Viszont más árutermelő gazdálkodók vagy vállalkozók, ők úgy számolják ki az árujuk árát, hogy a bekerülési költség plusz rárakják a saját hasznukat, és úgy adják el például egy cipész a cipőjét, még nálunk mi megtermeljük a gabonát, és megmondják, hogy milyen áron veszik meg. És a legfőbb tényezőt, az időjárás nem tudjuk befolyásolni. Úgyhogy nekem erről az a véleményem, hogy nem kéne ezt bevezetni, mivel az iparűzési adót is mi ugyanúgy fizetjük, mint másik vállalkozók. Mi igazán miért fizessünk mi plusz adót a többi vállalkozóhoz képest? Szerintem ez nem fair dolog. Épp elég költségünk van, mondjuk a két évet, a tavalyit meg az idejét összehasonlítjuk. A tavalyi évben olcsóbban vettük még az input anyagokat, elég jó áron adtuk el a gabonát, már aki eladta aratáskor, mert aratás előtt volt jobb ára, aratás óta egyfolytában csökken az ár, úgyhogy az rosszul járt egyelőre, úgy tűnik, aki bent tartotta a gabonát és nem adta el. Az idei évben viszont az input anyagok jóval drágábbak, és nem tudjuk, hogy milyen áron fogjuk eladni a gabonát. Persze még az időjárás is közbeszólhat, egy aszály, mint a tavalyi évben. Mártól nemegyében is van olyan település, ahol január 1-ével bevezették a földadót. A mezőgazdaságnak nagyon rossz éve volt a tavalyi év, az inputanyagárak az ukrán-orosz háború miatt nagyon elszabadultak, és hát a történelmi asztály is, ugye 40%-os terméseredményeket realizáltunk az eddigi átlagokhoz képest, tehát bevételük is nagyon kevés volt a gazdálkodóknak. Nehéz elindítani ezt az új gazdálkodási évet, tehát nem hiányzik az, hogy még egy újabb adóval sújtsák az ágazatot. A földadóval szembeni petíciót a www.agrárpetíció.hu oldalon lehet elérni, de a falugazdászok is szívesen segítenek az adatlap kitöltésében. Most egyelőre egy Tolna megyei településről tudunk, de ez bármikor, bármelyik önkormányzat bevezetheti. Egyelőre arról nekem nincs információm, hogy más is tervezni ezt, de mindenképpen szeretnénk ezzel a petícióval megelőzni. Úgyhogy várunk minden gazdálkodót, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.